Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök a minden nap jelentkező Szentendre ma című műsorunkat látják. Következzenek a főbb híreink röviden. Motoros balesetek. Kaló Krisztián hasznos tanácsokkal látja el a közlekedőket. Vasvári úti tagóvoda, az időjárástól függ a tetőcsere befejezésének időpontja. Az én atyám a szőlőműves, új könyvéről mesélt dr. P. Tóth Béla, református lelkész. Homlokzati tűzterjedés vizsgálatot végez az Émi augusztus 11-én Szentendrén. Az építésügyi minőség ellenőrző innovációs non-profit Kft. Tűzvédelmi laboratóriuma a szentendrei telep kültéri homlokzatvizsgálati épületén szerdán 9 és 10 óra közötti kezdéssel egy órás várható időtartalmal végzi a felmérést. A művelet elvégzésére viszonylagos szélcsend, 15 plusz mínusz 10 Celsius foknál magasabb léghőmérséklet és csapadékmentes időjárás mellett kerülhet sor. Ha a vizsgálat az említett időpontban meghiúsul, akkor ismételten megkísérlik annak elvégzését augusztus 12 és 13-a között. Itt a jó idő, megszaporodtak a motoros balesetek a környéken. A balesetek elkerülésének érdekében Kalló Krisztián oktató ajánlott hasznos tanácsokat a motorosoknak és az autósoknak is egyaránt. A motoros szezon nagyjából április végétől október végéig tart. Szentendre és térsége az egyik legközkedveltebb kirándulási útvonalon fekszik, és sajnos számos környékbeli balesetről hallhattunk az utóbbi időben. A felelősségteljes közlekedésre, a KRESZ szabályainak betartására hívta fel a figyelmet Kaló Krisztián. Mind a két fél szempontjából kell egy fokozott odafigyelés, főleg itt a nyári időszakban nagyon sok a kánikulai nap, és azért ilyenkor jóval megterhelőbb közlekedésben részt venni, de mindenképp azt mondanám, hogy például mondjuk motoros részről, hogy még defenzívebben közlekedjünk. Az autósok részéről pedig sokkal nagyobb odafigyelés szükségeltetik. Ugye egy kisebb járműről beszélünk, nehezebben észrevehető, és nagyon sokszor alábecsüljük a motorosnak a sebességét, amiből bekövetkezhet, illetve amiből most is bekövetkezett ugye a baleset, és ezt kell figyelembe venni, illetve lehet úgy közlekedni autós szempontból is, hogy számítsunk arra például, hogy a motoros gyorsabban fog jönni, sokkal gyorsabban oda fog érni, mint ahogy mi ezt számítjuk, vagy az autósok számítják. A közlekedési balesetek leggyakoribb oka a gyorshajtás mellett a gépkocsi vezetők figyelmetlensége, az elsőbség meg nem adása. Elsőbség meg nem adása az, ami a balesetek nagy többségéhez szokott vezetni. Hát itt ez figyelmetlenség lehet, és amit már említettem, hogy a motoros sebességének az alábecsülése, ez is benne van, hogy ó, még beférek előtte, de nem. És hát, hogy mit javasolnék, nagyon nehéz, mert jobb több figyelem, illetve azt mondanám, hogyha mégis valamit elrontunk autós szemszögből, akkor egy nagyon pici kis menekülési utat valahol hagyjunk a motorosnak, próbálja ő megoldani. Ha beállunk elé keresztbe, nem hagyunk neki lehetőséget. Rengetegen vannak, akik friss jogosítvánnyal vesznek 200 lóerős járművet. Az oktató szerint fokozatosan kell megismerni a közlekedőnek a saját járművét, ezáltal felmérni a saját képességeit is. Fokozatosság egy nagyon jó dolog, de mint minden a motorozás is fejben dől el, tehát kint az úton az, hogy most egy kis motorral száguldozunk idézőjelben, vagy egy nagy motorral száguldozunk, az már csak a vérmérséklet kérdése. Lehet egy nagy motorral is teljesen szabályosan ésszel körültekintően közlekedni, és lehet egy robogóval is őrült módon közlekedni. Úgyhogy én azt mondom, hogy igen, jó dolog, sok embernek szüksége is van rá, főleg akinek nincsen gyakorlata, kevesebb tapasztalata van, testi adottságai nem a legoptimálisabbak mondjuk egy motorozás, egy nagy motorhoz. Ott jó a fokozatosság, mindig jó a fokozatosság, a gyakorlat az mindig segít, de lehet ezt elkezdeni nagy kategóriával is, nagy motorral is, úgyhogy boldogan és ésszel tudunk közlekedni. Nem csak új jármű vásárlásakor érdemes elmennünk vezetéstechnikai tréningre. A motoros képzésben is elérhetőek a vezetéstechnikai tréningek. Ott szerintem sokkal több, mint egy személyautónál, de személyautónál is van
haszna, illetve vannak vezetéstechnikai tréningek. A motorosok nagy többsége azért föl van készülve, tudja azt, hogy tavasszal érdemes egy vezetéstechnikai tréninget elkezdeni, újra megismerkedni a motorral, az útviszonyokkal, de ha új motorról beszélünk, akkor meg mindenképp kell sok-sok kilométer, hogy összeszokjon a két fél. Motorkerékpárosokat nem védik a gépkocsiban jellemző passzív biztonsági megoldások, így közlekedési baleset esetén testük közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve. Fontos a megfelelő védőfelszerelés használata. Hosszabb útnál, például ugye, hogyha túrázásról beszélünk, akkor azért ott van egy kis dinamika, van egy kis menetszél, nagyon jó motoros ruházatok vannak, nagyon jól szellőznek. A motoros ruházat akkor megterhelő, hogyha dugó, piros lámpa, tehát én azt mondom, hogy mindenki el fogja tudni dönteni, érzi, hogy mennyire fárad, mennyire csökken a koncentráció készsége, úgyhogy dönts el mindenki saját vérmérséklete szerint, de az tény és való, hogy sokszor a biztonság rovására áldoznak a kényelem vagy a meleg oltárán, mert hogy levetkőznek és kevesebb ruhában közlekednek, de érdemes mindig fölöltözni, mert kis úton is történhet baleset. Azt kell végig gondolni, hogy akár egy darázs, akár egy felpattanó kő is milyen veszélyforrás lehet, illetve csak gondoljuk végig, ha autóban ülünk, hogy egy-egy kavics miatt koppan a szélvédőn, és azt gondoljuk el, hogyha a saját bőrünkön tapasztaljuk, illetve egy apró elcsúszás, egy eldőlés is már. Ilyen időben 50-60 fokos aszfaltról beszélünk. Csak elég fél percig feküdni rajta, úgyhogy esetleg a motor is rajtunk van. Lehet, hogy semmi bajunk nem lesz, de amíg az oda rányom minket, addig igencsak megérezzük az aszfaltnak a forró hatását. Úgyhogy tessék fölöltözni, tudom, meleg van, de sokkal könnyebb zuhanyozni, mint kötést cserélni. Tavasszal változtak a vizsgafeladatok, Kaló Krisztián elmondta, mire számítsanak a jelentkezők. Idén március 1-től lépett hatályba az új vizsgáztatási rend. Itt sokkal komplexebb feladatok vannak, bekerültek vezetéstechnikai szintű feladatok az alapképzésbe, az alapvizsgáztatásba. Jóval nagyobb tudást fog adni, többféle technikával kell motorozni, amit fognak tudni majd kamatoztatni az utakon. Ennek függvényében nehezebb is lett. Vitatkozik a szakma, azt mondanám, hogy bizonyos esetekben azért jóval nehezebb, mint azt egy alapképzésen elvárható lenne, de megtanulható, megcsinálható, idő, energia, és ezt meg lehet csinálni, és ennek megvan a haszna is. Néhány egyszerű szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy mindenki épségben hazaérjen. Vigyázzunk egymásra, figyeljünk oda társainkra is az utakon. Annak ellenére, hogy a gyakori esőzések hátráltatják a Vasvári úti tagovoda tetőcseréjének gyors befejezését, már az acélszerkezet tűzgátló festésének előkészítésénél tart a kivitelezés. A régi tetőborítást, az aszbeszt tartalmú hullámpalát eltávolították, az utolsó táblákat is elszállították a veszélyes hulladéklerakóba. A kivitelező a bontás során levegőszennyezettségi vizsgálatot is végeztetett. A mintavételek szerint kimutatható aszbeszt tartalom nem volt a bontáskor vett levegő mintákban. A munkaterület átadás átvétele előtt még egy levegőszennyezettségi vizsgálatra kerül sor, ami a beltéri levegő mérésére irányul majd. Az épületet jelenleg ideiglenes tetőborítás védi az esőtől. Ennek szakaszos megbontásával a tető acél szerkezetéről távolítják el a korábbi festék réteget, és készítik elő a több rétegű tűzgátló festést. Sajnos pont ennél a munkafázisnál váltak gyakoribbá az esőzések, ami azt jelenti, hogy akár naponta többször is a megbontott tetőt gyorsan vissza kell fedni, majd az eső elmúltával ismét megbontani. Ez több órás kiesést okoz. A munkákat a műszaki ellenőr rendszeresen ellenőrzi, mivel az esőzések hátráltatják a tetőn végzendő munkákat, ezért a kivitelezés befejezésének elhúzódására lehet számítani. Ha a tetőcsere befejezése csúszik, akkor az óvoda vezetés a szülők segítségét kéri, hogy aki megteheti, tartsa otthon a gyermekét. A vasvári úti óvodásokat a rövid átmeneti időre a Hold utcai óvodában fogják elhelyezni. A beiratkozásra nem a Vasvári Pál úti tagóvodában kerül sor augusztus 24-én, hanem az óvoda központban 8 és 12 óra között.
Bővebb információ a Szentendre Városhivatalos honlapján olvasható. Az én atyám a szőlőműves, ezzel a címmel jelent meg dr. P. Tóth Béla református lelkész legújabb könyve. A kötet a gondolatokról szól, olyan örök igazságokról, amikből mindig lehet erőt meríteni a nehéz hétköznapokon. A református lelkész nem csak a vallásos embereket szeretné megérinteni az alkotásával, az ige hirdetések mindenkinek szólnak. Dr. P. Tóth Béla református lelkész életműve, az én atyám a szőlőműves című kötet, melynek kétharmad része a 2015-ös nyugalomba vonulása utáni írásban született, de el nem hangzott ige hirdetéseket is tartalmaz. Elsősorban az volt, hogy melyek azok az ige hirdetések, amelyeket sokat olvasnak az interneten. Tehát van egy olyan olvasó tábora ennek a honlapnak, aminek én vagyok az egyetlen szerzője, és az ige hirdetéseim olvashatók rajta, meg kicsit a gondolataim itt-ott egy másik, hogy is mondják ezt, részében. Ez volt az egyik szempont. Aztán például feleségem is segített, ami neki személyesen sokat jelentett. Akkor én magamra is figyeltem, hogy nekem mi jelentett sokat a saját ige hirdetéseimből, hogy ott megértettem valamit. Fölcsillant valami az örökkévaló igazságból, és az életemet is megváltoztatta valahol, valamilyen adott szituációban. Tehát ilyen személyes dolgok voltak, és azért arra is törekedtem, hogy a nem egyházias olvasóknak jelenthessen valamit, tehát azok is belekerültek, amik egy filmről, vagy egy jeles filozófusról, mondjuk Hanvas Béláról szóló gondolataim, de igehirdetés formájában hangzottak el. Tehát ezek voltak a szempontjaim, hogy éreztem, tudtam, hogy itt sikerült valaminek megfogalmazódni, és azon kívül valamifajta visszajelzés állt mögött, hogy másoknak is ezek jelentenek valamit. De mondom, ez egy komplex dolog volt, legalább 4-5 szempont volt, ami miatt, és még azt sem merném mondani, hogy nagyon jó kontrollszerkesztő voltam, mert lehet, hogy jobban is lehetett volna válogatni abból a rendelkezésre álló 720 igehirdetésből, amiből ezt a 144-et kiválogattam. A könyvészetileg is értékes, szép kiadványt Vince Otto szentendrei képzőművész térinstallációinak 9 színes fotója is gazdagítja. Dr. P. Tóth Béla szerint fontos, hogy megmaradjon az emberek kapcsolata a kézzel fogható irodalmi alkotásokkal. Találjunk vissza a könyvnek az öröméhez, az olvasásnak az öröméhez, ahhoz a komolysághoz, amikor négy szem közt vagyunk egy teljesen szellemi eredetű objektummal, egy könyvvel, amiben gondolatok vannak, amivel meg kell küzdenünk, amit meg kell értenünk, amiben megállhatunk, visszalapozhatunk, a könyvnek illata van, a gyerekek is először megszagolják a könyvet, tehát egy olyan mágikus világba visz bennünket, amit akárhogy is becsüljük a számítástechnika világát, a képernyő soha nem ad. Az én atyám a szőlőműves, az író saját gondolatait tartalmazza ige hirdetések formájában. Ezzel a művel közelebb kerülhetünk Istenhez, de a kötet nem csak a vallásos embereknek, hanem mindenkinek szól. Aféle füves könyv, persze lelki értelemben. Azt látom, hogy az örökkévaló így is úgy is jelen van, hívottan vagy hívás nélkül is, de az emberek nem tudják. És ezért olyan zűrös az élet, mert nem tudjuk. Nem hisszük, nem éljük át, nem vesszük komolyan. Nem állunk a színe előtt. És nagyon szükséges lenne hozzá visszatalálnunk, mert másképp néznek ki a világ. Nagyon másképp néznek ki sok családi élet, másképp néznek ki sok emberi kapcsolat, üzleti tevékenység. A világban zajló tranzakciók másképp zajlanának, hogyha többen lennének a tudatában annak, hogy ő jelen van. Tehát Deus vocatus advocatus adherit. Ez egy latin mondás, Isten hívottan vagy hivatlanul, de jelen van. És én úgy gondolom, hogy jobb azoknak, akik hívják őt. Magyarul tudnak róla, hogy be kell őt kalkulálni. Az ő erőire szükségünk van, az ő igazságára, az ő ébresztő szavára. Tehát nem vagyunk mi készen a saját életünkre, nem értünk hozzá. Ez egy súlyos tény,
hogy az ember nem ért a maga életéhez. Ezért van szükség a Teremtővel való kapcsolatára, mert ő tanít meg bennünket újra és újra, hogy hogy kell embernek lennünk. Én annak örülnék, ha minél többen, meg magam is minél többször tudnék éber lenni szellemi-lelki értelemben. És hát ahogy a világot elnézem, vannak, akik fölébrednek, és azoknak az élete nagyon szép fordulatokat tud venni. Tehát képessé válnak a szeretetre, képessé válnak a türelemre, a méltányosságra, hogy igazságosabbak egymással, hogy nem várnak több tökéletességet a többi embertől, mint amit maguk megvalósítanak. Tehát egy millió dologban tesz minket a helyünkre. De hát a világban nem mindig ezt látjuk. Sőt, azt kell mondani, hogy statisztikailag, hát én nem mernék itt számokat mondani, de a világ mostani állapotában nem azt mutatja, minthogyha nagyon fölfelé a nemesedés útján járnánk. E pillanatban nem úgy fest a világ nagy összefüggéseit, hogyha nézem. De ugyanakkor kis közösségekben, meg nagyobb közösségekben is, meg egy-egy ember letéteményesként nagyon szép, kristálytisztán tudja képviselni. És ezt azért a szívünk rádobban, mikor látunk egy derék családapát, vagy látunk a hivatását komolyan vevő színészt, vagy egy hivatását komolyan vevő képzőművészt, aki ráteszi az életét, és adott esetben még, ha kell, még éhezni is tud, csak azért, hogy azt az igazságot tényleg ki bírja mondani, amire szükség van, és azt csak ő tudja kimondani, minden ember ki tud mondani valamit. Dr. Pétót Béla református lelkész elmesélte, milyen bibliai utalás található a könyvben, a szőlőtőkére vonatkozóan. A Bibliának egy középponti, az egyik középponti szimbóluma a szőlőtőke, ami a hétágú gyertyatartóra is ki van saját arany anyagából, ötvös munkával ki van képezve, eredeti formájában, ahogy a mózesi sátorban ott volt. De a szőlőtőkéről a világ megváltója, akit mi annak hiszünk, vallunk Krisztus, azt mondta, hogy én vagyok az igazi szőlőtőke. Hát ez egy hitbeli igazság, és ezen a nagyon sok magyaráznivaló nincs, de nekem az öregkoromban a konkrét szőlőművelés egy fantasztikus töbletet jelent. Borral nem foglalkozom, hanem csemeges szőlőkkel, és az életemnek egy olyan fantasztikus töblete, amire mindenkit csak biztatni tudok, hogyha az örömére ráízelít, akkor ne hagyja ki az életéből ezt a fokozatot, hogy egyszer ő is becsületes, tisztességes, az a szőlőműves ember lesz. Az Én Atyám a Szőlőműves című kötet megvásárlása jótékonysági kezdeményezés is egyben, hiszen ezzel a helyi egyházközséget támogatjuk. Nagyon sokat jelent a lelki számára ez a kiadvány, amellyel a város kulturális életéhez is hozzájárult. Végül a várható időjárásról. Szerdán egy gyenge hidegfront miatt a napos időt átmenetileg gomoly felhők zavarhatják meg, melyekből az ország északi felén alakulhatnak ki elszórt záporok, zivatarok. Az élénk helyenként erős északnyugati szélben 27 és 34 fok közé melegedhet a levegő. Adásunk végén következzenek a főbb hírek röviden. Megszaporodtak a motoros balesetek a környéken. Kalló Krisztián oktató ajánlott hasznos tanácsokat a motorosoknak és az autósoknak egyaránt. A gyakori esőzések hátráltatják a Vasvári úti tagovoda tetőcseréjének gyors befejezését, de már az acél szerkezet tűzgátló festésének előkészítésénél tart a kivitelezés. Megjelent Dr. Pétót Béla református lelkész legújabb könyve. Ez volt a mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik a Sport Korzó című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a weboldalunkon a szentendre.media.hu/TV Szentendrén. A közösségi oldalakon is jelen vagyunk, kövessenek ott is minket. A munkatársaim nevében is köszönöm a mai figyelmüket, viszontlátásra!